Súlyos sérüléssel járó közlekedési baleset történt 2021. június 9-én Sárváron a Sótonyi úton. Egy sótonyi lakos Volkswagen személyautóval közlekedett Sótony felől Sárvár irányába, amikor haladása során elvesztette uralmát a járműve felett, lesodródott az útról és autójával egy ingatlan autóbejárójának ütközve állt meg. A balesetben az elsődleges orvosi vélemény szerint a sofőr és utasa súlyosan megsérült. Az utast sárvári tűzoltók szabadították ki a roncsból. A mentés ideje alatt teljes útlezárás volt érvényben, nagyobb torlódás alakult ki. Az eset körülményeit a sárvári rendőrkapitányság büntető eljárás keretében vizsgálja. A jármű vezetője kérdésünkre elmondta, hogy egy darázs szállt rá a combjára, ezt próbálta elhessegetni, és eközben tért le az autó az úttestről. Az érintett útszakaszon 60 km/h a megengedett sebesség.